7 évvel ezelőtt kapta a felkérést Vanyúr István, hogy valósítsa meg a Makovec Imre által megálmodott atlantiszi világot, és készítsen egy szobor együttest. Azonnal hozzálátott a kutató munkához, hogy minél hűebben az eredeti rajzok alapján tudja kivitelezni az építész által elképzelt elsüllyedt civilizációt. Tulajdonképpen sziklák, és még úgy volt eleinte, hogy a sziklák emberi arcokat ábrázolnak, és a rajzokban is van több ilyen. Azután növények, neki nagyon nagy felfedezése volt a Blossfeld fotoművész, akinek az albumát ő használta, és ő a munkásságában is használta, inspirálta. Ez a sok gyönyörű növényi fotó, növényekről készült, csírákról készült fotók. És hát vannak ugye a rajzai között figurák, és ez az egyik teremnek a, hát az a főterem, ahol a kisfiúk, tehát egy aktok jelennek meg, és átváltoznak növényeké, kezeik, a fejeik virágokká változnak, és ezekből lettek ezek a kompozíciók. Van többféle terem, ezekkel a sziklákkal, van a csak növény, hogy az első teremben, és akkor a három lábú alá lehet bújni. Az első terve az volt, hogy műkőből készíti el a szobrokat. Mint mondta, olyan anyagban gondolkodott, ami kibírja a beltéri klímát, hiszen a makói termálvíz kémiailag nagyon aktív. Emellett arra is kellett figyelnie, hogy ne legyenek túlsúlyosak az elemek, hiszen a galéria részben kapnak helyet. Így esett a választása egy üvegszál kőpor műgyanta összetételű megoldásra, mellyel már korábban találkozott, de ehhez a munkához tovább kellett fejlesztenie a technikát. Van egy cég, akik ezt árulják, ezeket a műgyantákat, meg gumiformát, ugye. És hát tényleg praktikusabb, mert a cementes az, műkő az hamar el is törhet, egyszer megreped vége, ez javítható, újra kellett, tehát és könnyű. És itt van például, hogy milyen könnyű, vékony, áttetsző, tehát nagyon könnyen kezelhető anyag. És az, hogy a felületére is akár a festék, jó speciális festék kell hozzá, hogy időálló legyen, ez tulajdonképpen a festék maga is, ez a műgyanta, csak színes. A tényleges kivitelezés 2021-ben kezdődhetett meg. Azóta, vagyis 2 éven át napi 10-12 órában gyártotta a szobrokat István. Na hát most kiveszem a formából, és erről le kell venni a gumit. Szépen lefeltjük a gumit, és látjuk, hogy még egy kicsit képlékeny. Egyik kisfiúnak a fején ez a virág minta van. Hogyha kőporral beszórjuk, akkor ez a felületet képezzük. Nagyon finom, tehát ez a gyantába bekenjük, és nagyon finom kavicsot szitálunk rá. És akkor ezt le lehet csiszolni, és azt eljött a festés. Mostanra mind a 28 objektum a helyére került 8 különböző tematikájú teremben, ahol jelenleg is zajlik a fény- és hangtechnika beállítása, mellyel véglegessé formálják azt, amit Makovec Imre egykoron elképzelt. Egy nagyon komoly műsor lesz ott, ha valaki ezt oda megfelelni, és nekem van fényképe, amikor eljöttünk utoljára, csupa kék volt minden, de ez be van programozva, hogy változnak a színek is, hogy hol a belső, a belülről világítva az dominál, aztán kívülről, és nagyon érdekes. Hát én azt mondtam, hogy meghökkentő. Tehát tényleg olyan, hogy az ember oda megy, mint régen a nagy katedrálisokban az üvegablak. Hát az egyszerű ember ilyet nem lát, hogy bement, és ott teljesen elvarázsolta, hát holott én csináltam a szobrokat, engem is elvarázsolnak ezek a fények. A közel 12 milliárd forintos beruházás a végéhez közeledik. A napokban lezárult a műszaki átadás, amit a használatba vételi engedélyek követnek. A nagy közönség előtt március 25-én megnyíló új részlegben az Atlantis világa mellett családi élményzóna lesz. 3 12 méter magasból induló akadálymentes 4 évszakos csúszda, valamint egy külső termálmedence és medencebár is helyet kap.